Üdvözlöm a szóbeszéd nézőit! A 2020-as évre sokan sokáig emlékezni fogunk. Vannak, akik elveszítették munkájukat, másoké viszont meg sokszorozódott. Így vannak ezzel a mikrobiológusok is. Makanovics Judittal beszélgetünk munkájáról. Üdvözöllek! Üdvözlök mindenkit! Hát nem mindennapi munkát választottál. Mi vonzott téged a mikrobiológia felé? Hát nagyjából a gimnáziumi éveim alatt fogalmazódott meg bennem, hogy talán én mégis biológiával szeretnék foglalkozni, mert szerintem a természet nagyon bonyolult törvényekből áll, és ezeket nagyon különleges és nagyon nehéz megérteni, és ez nagyon vonzott. Úgyhogy az egyetemre már azzal a feltett szándékkal jelentkeztem, hogy én bizony biológus leszek, és ahogy én valójában a biológián belül a mikroszkopikus világot szeretném tanulmányozni, az aztán az egyetemi éveim alatt kristályozódott ki, és így diplomáztam le mikrobiológia szakon. Aztán később, amikor lediplomáztam, akkor úgy döntöttem, hogy szeretnék még tudományos kutatásokat végezni, nagyon elragadott a tudományos élet, és így döntöttem úgy, hogy folytatom a tanulmányaimat, és mivel a biológián belül, hogyha mondjuk a mikroszkopikus világot tanulmányozzuk, akkor az egyes irányzatok között azért nagy átfedések vannak. És így történt, hogy annak ellenére, hogy mint mikrobiológus diplomáztam, a doktori disszertációmat már a genetika szakon dolgoztam ki, és ott is védtem meg. A megvédés után pedig még másfél évig kutatómunkát végeztem egyetemen, tehát ott voltam lektor és tudományos munkatárs, majd egy szomorú életeseménynek köszönhetően döntöttem úgy, hogy talán más területen is szeretném kipróbálni magam másfél év egyetemi munka után, és így jutottam el egészen az egészségügyig. Mi a munkád legizgalmasabb része? Tulajdonképpen, amivel én foglalkozom, az nagyon egyszerűen elmagyarázva annyi, hogy a daganatos megbetegedések vizsgálatánál, vagy megállapításánál, hogy milyen daganatos betegségről van szó, ma már nagyon-nagyon nagy szerepet játszanak a molekuláris és genetikai vizsgálatok. És elsősorban ezzel foglalkozom. Ez mellett pedig bizonyos esetekben prenatális diagnosztikával is foglalkozom, ami azt jelenti, hogy a magzat születése előtti vizsgálatával. Ez a munka egyrészt rutin munka, tehát rutinosabb, mint az egyetemi kutatómunka. Másrészt azonban mindig találkozunk néhány nagyon érdekes esettel, ami más, mint a többi, és így lehetőségünk van ugyanúgy konferenciákra járni, vagy összefoglalni valójában ezeket az új eseteket, tehát ennek is ugyanúgy van további kutatási értelme. A mikrobiológusok munkája most felértékelődött, hiszen amellett, hogy a teszteket ők végzik, a vírus működését, a koronavírus működését is ők elemzik. Te is részt veszel mind a két folyamatban? Hát igazából inkább úgy fogalmaznék, hogy nem csak a mikrobiológusok munkája értékelődött fel, hanem így a biológusok munkája, ugyanis nem csak mikrobiológusok végzik a teszteket, vagy nem csak mikrobiológusok kutatnak, hanem virológusok, de azon kívül bioinformatikusok, genetikusok, molekuláris biológusok, és még sorolhatnám. És ugyanúgy ez mellett, tehát a kutatómunka mellett felértékelődött ez a diagnosztikai laboratóriumi munka is. Ugye eddig is fontos szerepe volt, de úgy megbújt a háttérben. Most a tesztelésnek köszönhetően ugye ez is előtérbe került. Jelenleg a kutatómunkában én személyesen nem veszek részt. A diagnosztikai munkát végzek, tehát a rutin vizsgálatok mellett, amiket már említettem, ugyanis azokat is ugyanúgy el kell végezni. Azok mellett pedig a tesztelésben is aktívan részt veszek. Tehát ez azt jelenti, hogy napi kapcsolatban vagy a koronavírussal, igaz? Így van, így van. Nem félsz, hogy megfertőzöttsz? Hát amivel ugye nagyjából akkor, hogy megközelítsem, hogy mégis a tesztelésnél mivel foglalkozom, kétféle teszt van, tehát így nagyon leegyszerűsítve. Az egyik az a vírus örökítő anyagát mutatja ki, ugye ez ettől függően megvan, hogy ez a teszt mire jó, és aztán van egy másik fajta teszt, ami pedig a vírus ellen létrejött ellenanyagoknak a kimutatására való, és ennek is megvan, hogy a betegség melyik fázisában kell használni. Én a vírus örökítő anyagának a kimutatásában veszek részt nap mint nap,
És ez tulajdonképpen több fázisból áll. Tehát egy csoport ember végzi tulajdonképpen a mintavételt, ami az orr és a szájüregből történik. Aztán van egy másik csapatember, aki a mintából kiizolálja az örökítőanyagot. És aztán van a harmadik csapatember, aki tulajdonképpen felszaporítja ezt az örökítőanyagot, mivel egy picike vírusról van szó, ezért az örökítőanyagát a mintában fel kell szaporítani ahhoz, hogy látható és vizsgálható legyen, és valójában ebben veszek részt. És természetesen szükség van védőfelszerelésre, de már nincs olyan szintű védelemre szükség, mint mondjuk a mintának a levételekor, vagy a mintából történő izoláláskor, ugyanis amivel én dolgozok, az már tiszta örökítő anyag, tehát elméletben már nem annyira fertőző. Nem annyira, vagy egyáltalán nem? Inkább úgy mondanám, hogy egyáltalán nem, de persze, ami a laboratóriumból érkezik, arra úgy tekintünk, mint fertőzött tárgy, tehát amikor kiizolálják a mintát, akkor tulajdonképpen amit kézhez kapunk, arra úgy kell tekinteni, mint fertőzött tárgyra. Értem. A nézőink javarésze az laikus ebben a témában. Fel tudnánk őket esetleg világosítani, hogy mi az alapvető különbség baktérium és vírus között, hiszen mi leginkább csak annyit tudunk, hogy míg az egyikre hat az antibiotikum, a másikra kevésbé, de ennek a miértjét viszont már nem igazán tudjuk. Tehát nagyon leegyszerűsítve a felépítésükben van a legnagyobb különbség. Ugyanis a baktérium az egy késsejt. Tehát az azt jelenti, hogy képes önön maga szaporodni, van anyagcseréje, míg a vírus az tulajdonképpen semmi más, csak egy fehérje tokba bezárt örökítő anyag, nagyon leegyszerűsítve, amit bizonyos esetekben még körbevesz valami burok, de nagyon leegyszerűsítve ennyi. És nincs anyagcseréje. És még a antibiotikum tulajdonképpen a baktériumok szaporodásának a gátlására van, azzal, hogy meggátolja az anyagcserét. A vírusoknál, mivel ilyen folyamatokról nincs szó, ezért az antibiotikum a vírusokra nem hat. Akkor végül is mi az, ami hathat egy vírus ellen? Egy vírus ellen megelőzésképpen az oltóanyag nagyon fontos, tehát ez az egyik elsődleges, és ugyanúgy vannak úgynevezett antivirális készítmények, amik a vírus szaporodását sejten kívül vagy sejten belül gátolják. Ha már az ellenanyagot hoztad szóba, akkor hogyan készül egy ellenanyag, és körülbelül mennyi idő az, amíg biztonságosnak mondható a használata? Az a közös az összes oltóanyagban, hogy tulajdonképpen úgy működnek, hogy a kórokozót bemutatják a szervezetnek valamilyen formában, a szervezet reagál rá, így amikor valósan megfertőződik valaki, akkor a szervezet már azt a kórokozót felismeri, és nem betegszünk meg. Na most, hogy ez a bemutatása a kórokozónak, ez hogy történik, tehát többfajta stratégiát választhatunk. Az egyik ilyen stratégia, hogyha egy legyengített vírust, vagy egy legyengített kórokozót, mert hogy a baktériumok ellen is léteznek oltóanyagok, tehát egy legyengített kórokozót juttatunk a szervezetbe, ami olyan szinten le van gyengítve, hogy a szervezet felismeri, tehát fel tud fegyverkezni ellene, de nem betegszünk meg tőle. Tehát biztonságos. A másik lehetőség az az, hogy a kórokozónak egy bizonyos részét használjuk fel. Tehát ez lehet valami fehérje, vagy lehet az örökítő anyaga. Tehát felhasználunk egy bizonyos részét, ami a szervezet számára felismerhető, ugyanígy felvértezzük magunkat tulajdonképpen a kórokozó ellen az oltóanyag által, és nem betegszünk meg. Tehát ezen van a hangsúly, hogy nem betegszünk meg tőle. Ennél a vírusnál, hogyha már meglesz az oltóanyag, akkor van esély arra, hogy úgy, mint az influenzánál évről évre egy más oltóanyag szükséges majd? Jelenleg az influenza vírusnál, tehát az influenza vírusnál arról van szó, hogy szezonális vírusról beszélünk. Azért beszélünk szezonális vírusról, mert évről évre úgy mutálódik, hogy az oltóanyag, tehát aki előtte be volt oltva, nem ismeri fel ennek ellenére a kórokozót, pontosan a mutációk miatt, és ezért mindig újra kell oltatnunk magunkat influenza ellen.
Jelenleg a koronavírusunk is mutálódik, minden vírus, ahogy szaporodik, úgy változik. Tehát ez egy normális folyamat, nem feltétlenül jelent rosszat, és nem is feltétlenül jelent jót, mert a vírus sokféleképpen mutálódhat. És jelenleg a mi koronavírusunk, az új koronavírus is mutálódik, de jelenleg a szakemberek szerint, tehát akik ezeket a kutatásokat folytatják, szerintük nem történt még jelenleg akkora változás december óta a vírus örökítő anyagában, hogy ez valamiképpen hatással lenne a funkcionalitására, tehát a működésére, szaporodására. És ebből jelenleg arra következtetnek, hogy nem egy szezonális vírusról van szó, mint például az influenza vírus esetében. Szerinted a koronavírus, ez az új koronavírus majd időről időre megjelenik a világban? Mint már mondtam, ugye a szezonalitástól egyelőre úgy tűnik, óvatosan fogalmazok, igen, de egyelőre úgy tűnik, hogy nem kell tartani. Viszont ugye, amitől tartani lehet a szakemberek szerint, az a következő hullámok, ami kívülről fog jönni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mi egy ilyen hullámot megérzünk, ha felkészülünk rá, de a vírusok kiszámíthatatlanok, tehát addig történhet bármi. Tehát ők nagyon jól alkalmazkodnak a körülményekhez. Nem egy vírussal előfordult az is, hogy a járvány, tehát a vírus tulajdonképpen kioltotta önmagát. Igen. Nem tudjuk, hogy mi fog történni. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy az internet tele van olyan cikkekkel, illetve forrásokkal, amik azt taglalják, hogy a virulenségét a vírusnak tulajdonképpen, hogy majd saját magát oltja ki. Van erre is esély akkor? Itt is óvatosan fogalmaznék, pontosan azért, mert a vírusok kiszámíthatatlanok, mivel hogy ők nagyon gyorsan szaporodnak, és azért, mert nagyon gyorsan szaporodnak, nagyon gyorsan változnak. Tehát ugye még egy emberből nagyjából 18 év alatt lesz egy másik ember, addig a vírus az hihetetlen, mivel hihetetlen gyorsan szaporodik, ezért vírus léptékkel mérve december óta rengeteg idő telt el. És az alatt az idő alatt azért nagyon keveset mutálódott. Tehát lényegében a különböző variánsok között nincs akkora különbség. Úgyhogy erre is van esély, mert történt már ilyesmi, de egyenlőre nem beszélhetünk ilyesmiről. Ugye vannak más koronavírus törzsek is. Miben különbözik ez az új, a COVID-19 az egyéb koronavírus törzsektől? Hát ugye a koronavírusok az egy vírus család, amiknek vannak közös tulajdonságaik. Nevüket azokat a felszínükön található tüskésfehérjékről kapták, ugyanis azokat, hogyha elektronmikroszkóp alatt megnézzük, akkor úgy tűnnek ezek a vírusok, mintha napkorongok lennének, vagy koronára hasonlít, és innen kapták a nevüket, hogy koronavírusok. Természetesen az egyes koronavírusok különböznek egymástól, azon kívül, hogy vannak sajátos közös tulajdonságaik. Ugye vannak állatoknak vannak saját emésztőrendszeri koronavírusaik, és akkor ugyanúgy vannak humán koronavírusok. Néhány ilyen humán koronavírusra már tehát kifejlődött az immunitásunk, ugyanis ezek állandóan keringenek bizonyos időközönként a populációban. Ilyen például a közönséges náthátokozó koronavírus. És akkor beszélhetünk három új humán koronavírusról, amik zoonózis vírusok, ugye a MERS, a SARS, és ugye most ez az új koronavírus. Csak tegyük tisztába, hogy a zoonózis az annyit jelent, hogy állatról emberre terjednek. Igen, tehát állatról emberre mutálódtak, és aztán már emberről emberre terjednek tovább. És tulajdonképpen a mostani SARS-CoV-2 nevű vírusunk, ami a COVID-19 betegséget okozza. Ez a vírusunk egy picit okosabb, mint az előző társai voltak. Ugyanis egy vírus számára nem mindig az jelent az előnyt, hogyha nagyon nagy mortalitást okoz. És az előző két vírusnál azért a halálozási arány elég magas volt, elég súlyos betegséget okozott, ennél fogva a fertőzötteket nagyon könnyű volt kiszúrni és izolálni. Míg ez a mostani vírus annyiból okosabb,
hogy az esetek nagy százalékában vagy tünetmentes, vagy nagyon enyhe megbetegedéseket okoz, olyan enyhét, hogy talán csak ilyen fellángolást, vagy egy ilyen, aki beteg, csak annyit érzékel, nem is fordul orvoshoz, nem is törődik vele, egy-két nap alatt átmegy. És ennél fogva ez előny. Tehát ezért tud ennyire jól terjedni, mert ha nem tudunk róla, akkor terjesszük tovább. Van esetleg keresztimmunitás? Tehát, hogyha megfertőződtünk egy koronavírus törzsel például, akkor immunisak lehetünk egy másikra? Az immunitás dolga is egy nagyon nagy kérdőjel jelenleg a szakemberek körében, ugyanis azzal se vagyunk nagyon tisztába, hogyha már átestünk a betegségen, és ellenanyagaink vannak a koronavírus ellen, akkor mennyi ideig maradunk védettek? Tehát ezt nem tudjuk, ugyanis erre nagyon sok a betegségen átesett ember lekövetésére lenne szükség, és ezekre például nagyon jók ezek a tesztek, amik a ellenanyagok koncentrációjának a kimutatására alapulnak, tehát ilyen kutatásokra nagyon jól fel lehet őket használni, hogy megtudjuk, hogy mekkora az átfertőződtség. És igazából ugyanígy, tehát mivel nem vagyunk nagyon tisztában azzal, hogy mik a betegségnek a hosszú távú hatásai, ezért erre nem tudunk pontos választ adni, viszont a szakemberek szerint, tehát jelenleg a szakemberek szerint, mert ugye folyamatosan jelennek meg új kutatási eredmények, de jelenleg az a szakemberek véleménye, hogy arra az esély, hogyha valaki már egyszer átesett a betegségen, hogy rövid időn belül újra elkapja a betegséget, arra nagyon kicsi az esély. Te mennyire figyeled ezeket az új kutatási eredményeket, és melyiket tartod a legvalószínűbbnek? Igyekszem tájékozódni, ugye hát amennyire a munkám és időm engedi, és nem csak azért, mert én is részt veszek mondjuk a tesztelésben, hanem azért is, mert nagyon érdekel. Egy teljesen új vírusról van szó, és éppen ezért ugye úgy tűnhet sokaknak, hogy a tudósok túl óvatosan fogalmaznak, hogy csak tapogatóznak, de pontosan azért van ez így, mert ezeket a folyamatokat megérteni nagyon nehéz. Tehát ebben van tulajdonképpen ennek a nehézsége is, de egyben a szépsége is. És ami pedig a kutatási eredményeket illeti, nagyon fontos megfelelő forrásból tájékozódni, ugyanis ezek a tudományos cikkek ugyan nem laikusoknak íródtak, ezért megfelelő forrást találni azért nem egyszerű feladat, és sokszor az az érzésem, hogy a sok információ közül elveszik a tényleges fontos információ. Meg nagyon sok az ellentétes információ. És nagyon sok az ellentétes információ, és nagyon sokszor a szakemberek is ellentmondásokba ütköznek, és ez ilyen, az embereknél ilyen bizonytalanságot vált ki, és ezért aztán sok téves információ is elterjed az interneten. Ezekre vigyázni kell. Tehát el kell fogadni olyan érveket, vagy olyan véleményeket is, amik lehet, hogy óvatosabbak, de igazabbak a hamis állításoknál. Tudnál esetleg mondani egy-két tévhitet, amik szerinted alaptalanok? Nagyon sok van. Az egyik, amivel folyamatosan találkozom, az az, hogy nem pottyanhatott egy ilyen vírus csak úgy az emberek közé az égből, és hogy valószínűleg nem természetes eredetű. Az emberek nagyon szeretik sokszor, tehát megnyugtatónak találják azt hinni, hogy az embernek minden fölött van hatalma, pedig nincs. Tehát ilyen dolgokra a természet képes, és ugye a vírus, tehát azon túl, hogy tudományos bizonyíték van rá, hogy a vírus természetes eredetű, tehát nem ember hozta létre génmanipulációval, az mellett, hogyha belegondolunk, akkor ugye az urbanizáció, illegális állatkereskedelem, az állatok élőhelyének a folyamatos pusztítása, ez mind-mind olyan tényező a mai modern világban, ami lehetővé teszi a vírusoknak az
emberek, az állatokról az emberekre történő mutálódását. Tehát az állatok ilyen szempontból közel kerültek az emberhez. Mit tanácsolsz egy laikus számára, hogy honnan tájékozódjon, melyek azok a legmegbízhatóbb források? Nyilván ugye nem a tudományos cikkek, amelyek számunkra kevésbé érthetőek, vagy egyáltalán nem, hanem így laikusoknak valamiféle forrás. Talán kerüljük a közösségi hálón ismeretlen szerzőtől származó cikkeket, híreket, kerüljük a blogokat. Válasszunk olyan újságot, amiből eddig is tájékozódtunk. Tehát olvassunk inkább híreket, mintsem véleményt, valami blogon írt véleményt. Talán ez lenne. Te miben látod a megoldást? Meg lehet állítani egyáltalán a koronavírus terjedését? A koronavírus terjedésének a megállítására talán jelenleg a legnagyobb esély akkor van, hogyha már lesz oltóanyag ellene, akkor meg tudjuk előzni. És minél kevesebb a gazdaszervezet, a vírus ugye annál kevésbé tud szaporodni, és így eltűnik egy idő után. Amíg viszont ez nincs meg, addig fontos a társas érintkezéseknek a minimálisra csökkentése, és például tehát a maszk is kellő védelmet nyújt, ugye mert hogyha olyan emberrel beszélgetünk, akivel mondjuk nem tudunk megfelelő távolságot tartani, mert mondjuk kénytelenek vagyunk vele együtt dolgozni, és közel lenni egymáshoz, akkor tulajdonképpen a maszkhordásának is van védelmi funkciója. Ugyanis, hogyha... És a maszknak is csak akkor van értelme, hogyha hordják. Tehát, hogyha én rajtam is van, és a beszélgető partneremen is van maszk, akkor nagyobb védettséget élvezünk, mint hogyha csak egyikünkön lenne. És ezt úgy lehet érzékeltetni, hogy a vírusok nagyon ritkán szállnak egyengént a levegőben, hanem cseppecskékbe halmozódva terjednek. És hogyha rajtam van maszk, és ahogy mi most beszélgetünk, akkor a cseppecskék nagy részét az én maszkom felfogja, de mivel persze nem annyira sűrű szövésű, ezért a nagyon pici cseppek átmennek a maszkomon, és akkor mennek a beszélgető partnerem irányába. De hogyha rajta is van maszk, az a maszk is szűr, ezért sokkal nagyobb védelmet élvezünk, mint hogyha egyikünkön lenne csak, vagy egyikünkön sem. Egyet értesz-e az állami óvintézkedésekkel, illetve tényleg ennyire komolyan kell venni ezt a koronavírust, amennyire most komolyan vesszük? Szerintem mindenképpen komolyan kell venni. Félni nem kell tőle, mert azért egy olyan vírus fertőzésről van szó, ami az esetek többségében enyhe lefolyású. Viszont az nem azt jelenti, hogy nem kell óvatosnak vagy felelősségteljesnek lenni. És úgy gondolom, hogy az idejében meghozott óvintézkedéseknek azért most már látjuk a gyümölcsét, tehát azt mondjuk kár tagadni, hogy más országokhoz hasonlóan nem állunk jól. Örülhetünk, de óvatosan kell örülni, de ez nem azt jelenti, hogy ha óvatosak vagyunk, vagy elővigyázatosak, akkor nem kell örülni neki. Van esetleg olyan terápia vagy gyógyszer, amely enyhülést hozott egy-egy fertőzöttnél? Ugye szó volt itt már a BCG oltásról, AIDS elleni gyógyszereket is alkalmaztak már, esetleg ebola elleni gyógyszert is. Van valamilyen kimutatás arra, hogy ezek igenis enyhülést hoztak? Igen, tehát ugye az oltó anyag az megelőzésre van. Ha pedig már megbetegedtünk, akkor van néhány antivirális szer, ami valóban ígéretesnek mutatkozik. Tehát ilyen ugye az oltásokon kívül a másik lehetőség az, hogy használunk már egy létező antivirális szert, ami a vírusnak a szaporodását ilyen vagy olyan módon meggátolja, és ezeknek a felderítése is folyik. Tehát nagyon sok kutatócsoport foglalkozik vele, és azon kívül például nagyon ígéretesnek bizonyul a felhasználása a betegségen átesettek vérplazmájának, és hogyha már a BCG oltásról is szó esett,
akkor jelenleg ezt sem alátámasztani 100%-osan, sem megcáfolni nem tudjuk. Ugyanis valóban találtak összefüggést a vírus terjedése, és az között, hogy az adott országban kötelező-e volt ez a védőoltás vagy sem, viszont tudományosan ezt még teljesen nem sikerült alátámasztani. Azonban nem teljesen lehetetlen, hogy ennek a védőoltásnak van egyfajta immunerősítő tulajdonsága, ami miatt lehet, hogy enyhébb lefolyású a betegség ezekben az országokban. Ugye említettük itt az influenzát is, és kezdetben nagyon sokan az influenzához hasonlították ezt a koronavírust. Mi az alapvető különbség ennél a két betegségnél? A szezonalitás, amit említettél? Is. Illetve azért nem szabad elfelejteni, hogy a koronavírus teljesen más víruscsaládból származik, mint az influenzavírus, és ebből következik, hogy nem lehet őket így összehasonlítani. Az a közös tulajdonságuk, hogy hasonló tüneteket okoz mind a két vírus, az influenza vírus és az új koronavírus is, de ezen túl azért nagyon lényeges különbség van a két vírus között. És ami pedig, hogy az összehasonlításukat illeti, akkor szerintem bátran állíthatjuk, ugyan még kevés adat áll rendelkezésünkre, mert még folyik a járvány, és azért mindenhol szigorú óvintézkedések vannak érvényben, tehát ezek is átrajzolják ezeket az adatokat. Tehát pontos statisztikai elemzésre majd akkor kerül sor, hogyha már lecsengett a járvány. De annyit tudunk, hogy a koronavírus gyorsabban terjed, mint az influenzavírus, és veszélyesebb is, mint az influenzavírus, ugyanis a megbetegedettek körében, akikről tudunk, hogy betegek, a megbetegedettek körében magasabb a halálozási arány, és a megbetegedettek közül sokan többen szorulnak kórházi ellátásra, mint az influenza esetében. Ez nem arra ad okot, hogy féljünk, hanem elővigyázatosságra ad okot. Végezetül a te életedben mennyire szólt bele ez a járvány, a munkádba, illetve a magánéletbe? Hát megsokszorozódott a munkám, ugyanis a rutin vizsgálatok mellett ugye a tesztelésben is aktívan részt veszek. Felforgatta, de remélem, hogy hamarosan túl leszünk rajta, és akkor majd maszk nélkül is beszélgethetünk. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is.